Fair. Ez egy igazi történelmi dolog, ugyanis ezt a 8 mm Knall kaliberű gázpisztolyok betiltása előtti évben gyártották Németországban, 1993-as, tehát minimum 26 éves fegyverrel van dolgunk. Jó lesz így. Nem segít semmit. Forog. Tehát revolverezve. Mert. Fegyverünk ugye DA SA rendszerű, kakasunk acélból készült, utolsó lövésnél átulakad a szánunk, de csak a tár adogató tömbjében nincsen sem belső, sem külső szánakasztunk. A fegyverünk egyébként a Zumarex által már a 70-es évek végétől gyártott REG PK-800-nak egy módosított kivitele. Ugye a fő módosítás az az, hogy licensz alapján rákerülhetett a Walternak a logója, a PPK típusjelzés, és a túloldalon ugye ezt feltüntették, hogy Name und Design unter Lizenz der Karl Walter GmbH. Rendes kiejtéssel ez pedig úgy hangzik, hogy... Name und Design unter der Lizenz der Karl Walter GmbH. Jawohl. Ez is elcsattan. Mehet. Most is az első elcsattan. Műszakilag pedig a egyetlen érdemi változtatás, hogy nyomógombos lett a tárkioldó, hiszen korábban ugye a PK-800-nak egy sarkantyús tárkioldója volt. ...1994 után egyébként a 8 mm-es után 3.15-ös kaliberben is gyártották egy rövid ideig ezt a fegyvert néhány évig. Részleges szétszerelés, kivesszük a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget, és mint ahogy ezt egy Walter PPK-nál várjuk, leakasztom a sátorvasat, ütközésig hátra fel. Ugye a szánunk spiáter, a tok spiáter, a csőbetét az a töltényű től a cső torkolatig gyakorlatilag acélból készült, csőben menet van a rakétalövőt oldatnak, ezek már ezek a friss PTB-re is jellemző bemarások, ugye ez egy PTB 502-es a fegyver. Acélból van a kakasunk, és acélból van az első tőrúdunk is, sőt, a hüvelykivető orrunk is acélból van. Egyébként ez egy relatíve szépen jó minőségben elkészített gázpisztoly. Nem véletlen, hogy nem gyártják már több mint 20 éve. Egyébként vadi 8 mm-es riasztó töltény Gecko fenékjelzése, hogy egyértelmű legyen. Nyolc mm-es töltény a fegyvernek a tárjában 7 darab fér, plusz egy csőbe. Ez a fegyver csőre töltve bebiztosítva viselhető. Tehát bebiztosítom, sajnos nincs fesztenítő, leengedem a kakast. Így a biztosító tengelyvállal befordul az ütőszeg és a kakas közé, ütésre se fog elsülni. Gyakorlatilag, ha jobbkezes vagyok, tényleg gyorsan egy mozdulattal kibiztosítom és azonnal tudok lőni, de tűzkészen emiatt nem viselhető.
Jó jellemző a magyar valóságot, hogy aki ezt a Walther PPK gázpisztolyt viselte, ezekkel a töltényekkel, ezeket a töltényeket hordta benne, amelyek 1997. decemberében járt le a szavatosságuk, úgyhogy most 2019. decemberét írjuk.